A képzési program megnyitóján dr. Kristóf János, a Pannon Egyetem tanára kifejtette, a vízpolitika egy mindenkit napi szinten érintő téma. Nem megújuló forrásról van szó, jelenleg az édesvízkészlet 47%-át használjuk, a vízigény pedig 2050-re megduplázódik, így várhatóan konfliktusokhoz vezet majd a hozzájutás. Szólt annak a projektnek a részleteiről is, amelynek keretében ez a képzés is megvalósulhatott. A 2 éves komplex projekt uniós forrásból jöhetett létre, és az oktatási elemek mellett része például egy virtuális tudástár létrehozása, vagy éppen a Pannon Egyetemen megvalósuló vízanalitikai és szennyvízkezelési szakértői rendszer. A továbbképzések fontosságát és a várható szakemberhiányt jól mutatja, hogy a vízügy területén pár éven belül 2500-an mennek majd nyugdíjba. A képzés első napján előadást tartott Kovács Péter is. A Belügyminisztérium vízgyűjtő, gazdálkodási főosztályának vezetője részletesen ismertette a 2000-ben elfogadott, 15 éves célokat megfogalmazó víz keretirányelv főbb prioritásait. A program fő célkitűzése a felszíni és felszín alatti vizek úgynevezett jó állapotának elérése, és egyik legfőbb újdonsága az ökológiai szemlélet beemelése volt a szempontok közé. A vízügy és a vízvédelem területén az elmúlt években számos változás történt. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a szakhatósági feladatok átkerültek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz. Ennek részleteiről, rendelkezésükre álló hatósági eszköztárról dr. Mógor Judit főosztályvezető tájékoztatta a résztvevőket. A kétnapos rendezvényen számos témáról hallhattak előadást, a vízszabályozás történetéről ugyanúgy, mint a kiemelt ágazatfejlesztési tervekről, a halgazdálkodási területek védelméről, a vízgazdálkodási stratégia, vagy éppen az ivóvízminőségi és szennyvízkezelési program aktualitásairól.